Egy egészen fiatal szociális ellátási formáról, a támogatott lakhatásról cseréltek szakmai tapasztalatot egy konferencián Nyírtelken a szakemberek. A találkozón elhangzott, a nagy létszámú szociális intézményekkel szemben ez az ellátási forma eredményesebben segíti a fogyatékkal élőket és a társadalmi integrációjukat. 2016. február 1-től ebben a nyírteleki 5 szobás, 180 négyzetméteres házban lakik 8 fogyatékkal élő ember. A támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó intézmény az Önálló Életháza nevet kapta, ahol több szolgáltatást együtt kap meg a kliens. Ez a fajta szolgáltatási forma az addig tartós bentlakásos szociális intézményekben élő fogyatékos személyek, vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli lakhatást. Az intézményes keretekkel szemben ez a forma sokkal jobban igazolik az egyéni és speciális igényekhez. Egy helyen több szolgáltatást ér el a kliens, felügyeletet, egészségügyi ellátást, pszichológiai tanácsadást, esetkezelést, egyéni készségfejlesztést. A fő cél, hogy segítsék a fogyatékosok önálló életvitelét, társadalmi elfogadását. A mostani konferencián a szakmában dolgozók megosztották egymással véleményüket, eddigi tapasztalataikat. A Nyírtelki intézmény vezetőjével beszélgetek, Glückmann Pállal, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát azért három megyéből három ilyen intézmény, plusz még a megyében egy másik szervezet jelen volt ezen a konferencián, és én úgy fogalmaztam itt a felvezetőben, hogy ez egy fiatal ellátási forma, de azért már vannak tapasztalatok. Ki miről számolt be, vagy melyik intézmény miről számolt be ezen a konferencián? Hát amikor elkezdtük szervezni ezt a konferenciát azokkal a kollégákkal, akik civil fenntartásban vannak, és önállóan hozták létre a támogatott lakhatási szolgáltatást, úgy éreztük, hogy azzal szemben, hogy a nagy intézményeknek a támogatott lakhatásával való alakulása, tehát magyarul a férvéhely kiváltás az egy óriási társadalmi és kormányzati feladat, ami 25 évig fog tartani, és már el is kezdődött a megyében is, ehhez állami forrást kapnak. Természetesen minden ilyen kezdeményezés bármely kormány részéről, ami a fogyatékos személyeket, vagy fogyatékos embereknek az életkörülményeit javítják, ez természetesen egy nagyszerű dolog. Mi azt akartuk elsősorban kihangsúlyozni, hogy a nagy intézmény lebontásakor vagy férőhely kiváltása utáni életbe a régi intézményi szokások berögződtek, szemben azzal, hogy egy teljesen új helyen, kisközösségben, nem intézményből, hanem főleg családból jövő fogyatékos személyek közösségében egy kicsit másabb az élet. És természetesen szeretnénk egy olyan megoldást, hogy ezek a civil vagy más karitatív szervezetek által létrehozott támogatott lakhatás, az valamilyen formában egy kis segítséghez jusson, hiszen mi önerőből béreljük, illetve ha olyan anyagi lehetőséggel bír az adott szervezet, akkor vásárolt lakásokban kerülnek elhelyezésre. És nagyon fontos dolog az, hogy ebben a szolgáltatási formában minden a szociális szolgáltatások igénybevételére, illetve megvásárlására fókuszál, hogy mire van szükség a fogyatékos embernek a szociális szolgáltatások köréből. És ezt a szociális szolgáltatást, hogyha az intézmény rendelkezik olyan más szociális szolgáltatásokkal, akkor saját maga tudja ezt biztosítani. És mi, aki összejöttünk, nagy részét tudjuk biztosítani a fogyatékosok nappali intézményével és támogató szolgálatán keresztül, hiszen a jogszabály lebontotta ezeket a szolgáltatási elemeket. 11 szolgáltatási elem van, egy párat felsorolni belőle: felügyelet, tanácsadás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartáspótló segítségnyújtás, egyebek, és ezt úgymond beárazza a
piac, a szociális szolgáltató piac, és ha nincsen saját, akkor ezt külső szolgáltatókra meg kell venni. Jó, a szociális szférában tudva lévő az, hogy az ellátást ugye az állami intézmények mellett elláthatják egyházi, tehát az egyházak, illetve civil szervezetek, egyesületek, alapítványok is. Erről szeretett volna egy kicsit itt beszélni, hogy a nagy intézmények kitagulódásával ugye állami kézben maradtak ezek a kisebb lakás otthonok is, illetve hát erre állami, ezeknek a fenntartására állami fejkvótát kapnak nem csak az állami intézmények, de az egyházi, illetve a civil szervezetek által működtetett szolgáltatások vagy intézmények. Nekem is egy berögzülés még az intézmény szó használata, hiszen egy ilyen családi házban, ahogyan a tudósításban is elhangzott, 8-an, 10-en, 12-en lakhatnak, hogyha nagyobb házról vagy lakásról van szó. Ez a közösség, ahogyan ön fogalmazott, miben tudja másképpen élni meg a mindennapjaikat, vagy a mindennapjait, és itt a fogyatékkal élők, miben kaphatnak speciálisabb ellátást, egyénre szabottabb ellátást? Hát tulajdonképpen nagyobb döntési jogosultságot kapnak. Olyan értelemben nagyobb szabadságot, hogy még egy nagy intézmény kitagolásnál azért úgy az egész rendszer úgy egyben marad továbbra is. Itt pedig van egy úgynevezett kis intézmény, ha már az intézményi szónál maradunk, és nehezen szokják azt, hogy amiben megegyezünk, utána már nem kell engedélyt kérni, hanem azt folyamatosan önállóan életik az életüket. Fölkelnek, elmennek dolgozni, általában majdnem mindenki dolgozik, ledolgozza 4 óráját különböző munkáltatóknál, és utána éli ugyanazt az életét, mint egy átlag ember. Nyilván a szakemberek abban segítenek, hogy ezek mind optimálisan történjenek. Hogy a döntési mechanizmusát segítsük, hogy jól döntsön bármelyik élethelyzetben, életszituációban, akár az autóbuszon, akár a munkahelyen. Tehát ezeknek a hátterét adjuk mi ezekkel a szolgáltatásokkal. Nyilván mindez függ az egyének vagy a kliensek egészségi állapotától, fogyatékossági állapotától, súlyosságától, szintjétől, fejleszthetőségétől, tehát itt még nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Összességében, hogyha megnézi ezt a szakmai oldalt, akkor mit látnak most, mire lenne még szükség egy ilyen fogyatékkal élőket segítő házban? Tulajdonképpen én a legfontosabb kérdés abban látom, hogy a nagy intézmény kitagolása egy nagyon, nagyon jó dolog, nagyon szép körülmények közé kerülnek, ők is kisebb közösségekbe kerülnek, csak az intézményi férőhelye ezzel nem fog megnövekedni, tehát a fogyatékosok létszáma ugyanannyi marad, és ugyanúgy marad a sorba állás, ha valaki be akar kerülni ebbe a rendszerbe. Ezért kell úgymond ezeknek a támogatott lakhatásoknak a segítése, hogy újak nyíljanak, mert tulajdonképpen mi vagyunk az, akik férőhely számot bővítünk abból a szempontból, hogy a fogyatékos ellátás bővüljön, és ne kelljen sorban állni, illetve el tudja helyezni és várakozni. Egyébként mennyit kell sorban állni, vagy várakozni, hogyha valaki a gyermekét egy ilyen ellátásba szeretné bekerülni? Hát én egy-két intézményről tudok beszámolni, de mai előadáson az is elhangzott, hogy például a pszichiátriai betegeknél ott van olyan, hogy 50 ember van, aki vár a sorára, tehát kiszámíthatatlan, hogy 1 év, 5 év, 10 év, hogy bekerüljön. És az is elhangzott a konferencián egyébként, hogy ez az ellátási forma, amit önök nyújtanak, és mondjuk egy szervezet által, vagy az egyház által fenntartott, kevésbé ismert, vagy talán mondhatni azt is, hogy kevésbé elfogadott a családok körében. Mi lehet az oka annak, hogy először az állami intézményeket keresik meg inkább? Mert ők még mindig azt nem tudják, de nincsenek tájékoztatva a szülők, hozzátartozók. De az első probléma onnan kezdődik, hogy mivel ez egy fiatal, mondható törvény által szabályozott fiatal ellátási forma, a szociális szolgáltatók, az egyéb szolgáltatók, akik nem bentlakásos intézményt működtetnek, hanem az alapellátásokat biztosítják, erről a lakhatási formáról kevés információval rendelkeznek. És ők nem tudják ezt továbbadni. Ez legyen egy speciális iskola, legyen az gyermekjóléti központ, gyermekvédelmi központ, vagy a házi segítségnyújtásban, vagy csak magában az iskolába, vagy a
szociális jelzőrendszer bármely tagjának, mert ha valamilyen szinten egy tudomásra jut, hogy van egy fogyatékos személy, és annak valamilyen ellátás kell, akkor mit tud mondani, megrögződött az, hogy ápoló gondozó otthon itt van, szakolj, kisléta, itt-ott-amott, és közben pedig vannak már, esetlegesen is. Be tudnak kerülni egy tehát ilyen tehát a rendszeren helyzetbe. Belül kell rendszer, az információt eljutatni elsősorban ezért, hívtuk össze, akik részt is vettek a konferencián, a Gyermekjóléti Központ, megyei gyermekvédelmi központ. Örültem, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a megyei igazgatója itt volt, és ebben a segítségre volt Bódi Éva, aki a ennek szívévésére a sorsát ennek az ellátási formának és a módszertanának kidolgozza. Az EMI főosztályvezetője, akire utal. Remélem, hogy mi segíthettünk ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.